Tehát akkor, amikor panaszkodik, hogy 9,2 milliárd forint a hiánya, mert ennyit vett el az Orbán kormány. 8 milliárdos plusszal hagytuk itt a kerületet. A helyszínen próbáltunk utána járni a döntésnek, de ehelyett a híres újbudai baloldali típusú transzparenciával és kedvességgel szembesültünk. Polgármester úr, az esemény sajtó nyilvános? Ez egy belső rendezvény volt, köszönjük szépen. Nem sajtó nyilvános? Telefonon levélben bármilyen kérdésre. Kreitler Sas Máté az LMP Magyarország zöld pártjának képviselője. Ő is megszavazta a zöld területek eladását tételesen tartalmazó idei költségvetést. Lehetne egy-két kérdésünk a Pesti TV-t? Pesti TV-től vagyunk. Sok sikert, jó munkát! Alapolgárás. De konkrétan önhöz lenne kérdésünk, mint LMP képviselőhöz. A telekeladásokkal kapcsolatban, hogy miért támogatták kezdetben a zöld területek eladását? Nem támogattuk a zöld területek eladását. Úgy tudom, hogy minden képviselő aláírta a baloldal részéről. Nem támogattuk a telekeladását. Nem is írta alá? Végül a riportunk lezárása előtti pillanatokban megjelent a döntés, amit persze szükségszerűen visszafelé mutogatásba, fideszezésbe ágyaztak. A telek tervezési és beépítési dokumentumait nem mi dolgoztuk ki, azokat örökül hagyták ránk, ahogyan az építési engedélyt is. A saroktelek értékesítéséről a korábbi fideszes vezetés döntött. Készültek ide tervek, amit az önkormányzat elkészítetett, sőt elment egészen építési engedélyig. De az, hogy ez megvalósításra kerüljön, ez már a korábbi vezetésnél is látszott, hogy nem kivitelezhető, illetve nem biztos, hogy ebbe a környezetbe ide való. Soha semmilyen formában nem merült fel az, hogy a korábbi fideszes vezetés ezt a terket bármilyen módon értékesítse. Nagy nehezen azért sikerült meghozni az eredetileg péntekre ígért döntést. Miután mindig közösen dönt a kerületvezetés, meghallgatva a civilek és a hat párt képviselőinek, jelenlévő képviselőinek javaslatát, azt elfogadva úgy döntöttem, hogy az Ulászló és Badacsony utcai telkekre vonatkozó elképzeléseinket, pályázatunkat eredménytelennek nyilvánítom. A Bocskai úti korábban sem iskolaudvarként funkcionáló terület esetében is ugyanezt kezdeményezzük. Köszönjük az új budaiak együttműködését. Látható fájdalma közepette elengedték a szóban forgó telkekből remélt pénzt. Hát megkezdjük a beszélgetésünket Hoffmann Tamással és Novák Előddel. Most egy elég masszív riport anyagot láthattunk erről a telek eladásról, nem eladásról, húzavonáról. Egy picit segítsenek eligazodni, mi történik most Újbudán? Hát én azt gondolom, hogy fejetlenség, de hát ez ebben a kérdésben nem történik más, mint eddig, hiszen a nagy kérdésekben általában van egy olyan fajta határozatlanság a baloldalon, nem képesek eldönteni, hogy egy-egy ügyel mit akarnak kezdeni. Ez legyen a Dél-Budai Centrum Kórház ügye, a Galvani úti híd kérdése, vagy egy-egy ilyen telekaladás. És hát ha azt nézzük, hogy másfél éve vannak hatalmon, ezek az ügyek hosszú-hosszú évek óta ilyen-olyan módon nyugvó, vagy valamilyen fajta előkészítés alatt lévő, vagy éppen egyszerűen, mondjuk a Bocskai úti saroktelek esetében használja az iskola a saját céljára. Tehát ezekben semmi újdonság nem volt. A mostani kerületet vezető baloldali képviselők jó néhánya ült az előző testületben, ahol pontosan tudták, hogy mi folyik. És ennek ellenére mondja László Imre polgármester, hogy mi döntöttünk ennek a, mondjuk az egyik telek sorsáról, miközben ez így egyszerűen nem igaz, hiszen nem történt ilyen döntés, nem akartuk eladni sem, és nem akartuk mással hasznosítani, mint ami mondjuk az iskolai telek esetében van, hiszen ezért adtuk oda az iskolának. Hát a balliberális pártok ugye a választás előtt azzal kampányoltak, hogy Újbuda megtelt, amiben van is igazság, de ők úgy kampányoltak, hogy ők majd csak fákat fognak ültetni valamiféle jámbor város szépítőkként. Ehhez képest inkább politikus bűnözőket látunk, akik akár áron alul is elherdelnák az önkormányzati vagyont. Szerintem nagyon korrekt felvezető volt, és abban
Szerintem igaza van a polgármesternek, annyiban a jelenlegi DK-s polgármesternek, hogy ezt a ciklusokon átívelő pályáztatást az előző önkormányzat kezdte meg azzal, hogy közel 100 millió forintot el is költött az előző önkormányzat az építési engedély, illetve a jelenlegi helyzet előkészítésére, és örökölték úgymond az építési engedélyt is, illetve az eladási szándék megvolt. Az viszont való igaz, hogy ez a szándék most jutott el csak odáig, hogy pályázatot írtak ki, amit hát nem csodálom, hogy nem kíván nyilatkozni az LMP képviselője, mert ő is megszavazott. A Fidesz képviselői nem szavazták meg, becsületükre szóljon, és természetesen a Mi Hazánk képviselője sem. Viszont az LMP képviselőjén kikértem a önkormányzat honlapján egyébként nem fent lévő jegyzőkönyvet az átláthatóság érdekében, és abban egyértelműen szerepel, hogy az LMP képviselője is támogatta ezt az eladást, tehát az Ulászló utca ingatlan eladást is. Az iskola eladására viszont valóban azért az előző fideszes vezetés sem vetemedett, tehát ezzel azért nem vádolnám. Ez a jelenlegi szivárványkoalíció egészen abszurd bűne, hogy még egy örökös ökoiskolának nevezett intézménynek az egyetlen zöld területű udvarát is képesek lettek volna eladni. A Mi Hazánk mozgalom ezért is indított aláírásgyűjtést, és hát sajnos nem mondta el a mai bejelentésében, hogy emögött a kihátrálás mögött valójában mi áll, túl azon, hogy elindult az előválasztás, és egymás között is már marakodnak. Ez pedig az, hogy áron aluli ajánlatok érkeztek csak. Egyedül vettem részt képviselőként a pályázat bontásán, és ott tapasztalhattam azt, amit nem jelentettek be a mai napig sem, hogy a nem nyilvános önkormányzati értékbecslés összegét el sem érő pályázatok érkeztek, tehát például az iskola kertet az önkormányzat nem nyilvános friss értékbecslése 129 millió forintra mérte fel, és egyébként pont a Janikovszky úr, akit itt említettek is, a kommunista kötődésű vállalkozót, ő az, akinek a cége 120 millió forintos ajánlattal a legjobb ajánlatot tette, de hát ez is még alatta van, tehát nem is lehetne eladni, úgyhogy nem kellene úgy beállítani a magát a szivárvány koalíciónak, mint amely a társadalmi egyeztetések hatására, de még csak nem is a társadalmi nyomás hatására, hanem egyszerűen nem érkezett olyan ajánlat, pedig hát van az a pénz, amiért eladnák, és ettől félek a jövőre nézve is. Képviselő úr is így látja, hogy inkább költség probléma miatt léptek vissza, és nem pedig politikai arcvesztés miatt? Hát én ebben azért azt gondolom, hogy a politikai arcvesztés a súlyosabb kérdés, az anyagiak ebből a szempontból kevésbé fontosak. Tehát egy ilyen méretű önkormányzatnál az, hogy egy Bocskai úti saroktelek eladása kerül, és ennek az árát mibe forgatja be, ez egy kevésbé fajsúlyos kérdés. Én úgy látom, hogy ami két hónappal ezelőtt, ugye, és ez a csavar ebbe az egész történetben, hogy kijelölik az ingatlanokat eladásra, ezt az akkori tehát két hónappal ezelőtt a többséget alkotó koalíció minden tagja megszavazza. Majd amikor jön egy ellenállás, ami azt gondolom, hogy nyilván aki a környékén lakik, vagy története van már az ügynek, mint a Bocskai telek esetében, hiszen ott egész egyszerűen, mintha visszaugrottunk volna 2015-re történik, és jön egy lakossági tiltakozás, akkor megállnak, és erre sem az a válasz, hogy jó, akkor belátjuk, nem adjuk el, hanem elkezdünk visszafelé mutogatni, mint minden egyes esetben történik, hogy mert az előző vezetés így vagy úgy csinált. Az előző vezetés pedig nem csinált más, mint egy telket vett az államtól, ez ugye a Kökörcsin utcai telek konkrétan, olcsóbban, mint a piaci értéke. És ezt nem akarta eladni. A 9 évig, 5 évig az előző önkormányzat, az előző vezetés sem, beleértve engemet sem természetesen. És adtuk oda az iskolának, hogy használja az iskola a másik telket, amire szeretné. Tehát igazából teljesen érthetetlen ez az egész működés, de az biztos, hogy politikai arcvesztés, én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszélt, tehát ez olyan mértékben járatja le a komolyságát a mostani vezetésnek, és megerősíti ezeket az egyébként ilyen szerencsétlen más jellegű húzásait, hogy nem képesek a kerületet vezetni. Mert ahogy megnéztem, én azért az LMP, meg a Momentum is, minthogyha, ahogy itt a videón is látszott, tagadják, vagy próbálnának-e emögül kihátrálni. Van egy ilyen széthúzás ott az ellenzékben is?
Hát az előválasztás az valóban egy hatalmi harcot felszínre hoz, de azért láthattuk azt, hogy a szavak és a szavazatok között nagy különbség van. Tehát miközben a Momentum és az LMP képviselői is megszavazták ezt a pályázat kiírást, amire egyébként a legjobb ajánlat 710 millió forintos, bár ezt nem jelentették be, de a pályázatbontáson ezt láthattam, úgyhogy ezt most itt nyilvánosságra hoznám. Nem olyan apró pénz ez szerintem még egy ilyen gazdag önkormányzatnak sem, hogy egy telekért 710 millió forintot bezsebelhetne, de még ez is úgymond áron alul van az hivatalos nem nyilvános önkormányzat értékbecslés szerint is összességében a konstrukciót illetően. Viszont a Momentumnál és az LMP-nél, sőt a Jobbiknál is láttuk, hogy szép szavakban tiltakoztak mondjuk Ceglédi Csaba megbízatása ellen is, de amikor ugye előterjesztésemre szavazni lehetett az önkormányzatban, hogy megmondják a már 2010 előtt is jogerősen elítélt politikus bűnözőtől Újbuda jogi képviseletét, akkor már nem támogatták azt. Tehát a szavak és a tettek között nagyon komoly különbség mutatkozik meg, és ha már politikus bűnözőkről beszélünk Ceglédi Csaba kapcsán, azért hadd sérelmezzem azt is, hogy itt a pályázatbontáson már megint azt a Zala Lászlót láttam felbukkanni, aki az MSZP-s polgármester Molnár Gyula és SZDSZ-es alpolgármester a Lakos Imre mellett harmadrendű vádlottként, gyanúsítottként volt elítélt a Újbuda történetének legnagyobb korrupciós ügyében, a Kopaszi Gáti ingatlan Panama ügyében volt ő ugye harmadrendű vádlott, és most megint őt bízzák meg jogi feladatokkal, sőt rendszeresen őt bízzák meg. Már az önkormányzati ciklus első hónapjában 4,2 millió forintot egyetlen egy hónap alatt markolhatott föl csak az az egy ügyvéd iroda, miközben van ugye Ceglédi Csabájuk is, és még sorolhatnák, és azóta is folyamatosan gazdagodhatnak 10 és ki tudja talán 100 milliókkal is ezek az ügyvéd irodák ilyen távlatokban. Már egészen elképesztő keretket ölt a harácsolás. Képviselő úr, szeretnék kommentálni Ceglédi Csabát? Hát Ceglédi Csabát, ez egy folyamatos harc a mostani vezetéssel. Elmondjuk azt, hogy ez nem lehet példa, hogy egy jogerősen elítélt, letöltendő büntetést kapott ember az, aki képviselje az önkormányzatot 11. kerületet bármilyen fórumon és bármilyen módon. Ez egyébként teljesen hatástalan, tehát László Imréről és a jelenlegi vezetésről lepattan. Nem csodálkozom ezen, mert van egy másik tanácsadója László Imre polgármesternek, ez komáromi házi orvos úr, aki ugye itt az elmúlt időkben, pont a járványhelyzetben sikerült ezeket a ominózus kijelentéseket tenni, hogy jobb átesni a víruson, mint hogy beoltassa magát. Ő a 11. kerületben az alapellátás felügyeletéért megbízott egyik fő tanácsadó. Ha ilyen tanácsadók segítik, vagy dolgoznak, nem kevés pénzért egyébként hozzáteszem László Imrének, akkor azon sem lehet csodálkozni, hogy ilyen dolgok jönnek ki, hogy kiírnak egy pályázatot, majd meggondolják magukat, és a pályázatot eredménytelennek nyilvánítják, miközben arra egyébként semmi szükség nincs. Tehát ez az egész irányítási mechanizmus, én azt gondolom, hogy egy tragikomédiához hasonlítható, és kár, hogy embereken kísérleteznek ez alatt, ugye, vagy házi orvosként, vagy egész egyszerűen csak a környezetük felügyeletére bízott vagyonhoz kapcsolódom. Nagyon röviden még egy reakciót, mert láttam, igen, hogy van valóban, még egy valóban, csak mondat. Azt gondolom, hogy a civilek megérdemlik azért, hogy gratuláljunk nekik, hiszen egy civil ellenállás is vezetett oda, hogy ezt a szemléletet, hogy ahol szabad beépítendő üres rész van, azt profittá kell tenni, hogy ezzel szembeszálltak. Ez nekik is köszönhető, hogy végül is meghátrált az önkormányzat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a ciklusokon átívelő beépítési hullámot azért a civilek közreműködésével és a mi szavazatainkkal is sikerült megakadályozni. Novák Előnek és Hoffmann Tamásnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk ma este.